Denver az utolsó dinosaurus. Egy rajzfilm sorozat, amelyben a modern világban kalandozik egy meglepően muzikális dinoszaurusz. Az emberek pedig egyből összebarátkoznak vele, néhány kivételtől eltekintve. De mi van, ha néhány filmes erősen be van mindenezve is úgy dönt, hogy leforgatja a tökéletes ellentétét egy élő szereplős moziban? Hmm, legyenek... dinok Mindenhol! D Dínok! régen, ö, 65 millió évvel ezelőtt, amikor még nincsenek emberek, és csak egy ember jön az űrből, egy ember érte, egyetlen ember jön az űrből, lézerfegyverrel, lézerfegyverrel, igen, lézerfegyver, és... Kis dínok, meg, meg, meg egész nagy dínok, Új, nagyok, nagyok, igen, mond, ez az, oszkára igen. Oszkára díjat. Isten bizony valahogy így képzelem el a 65 első ötletelését. A probléma csak az, hogy valahogy így képzelem el a forgatását is, mert ez a film finoman szólva is írtózatosan furcsa. Az alapstoria eleve olyan, hogy az ember nem tud nem hangosan felnyeríteni, amikor halál komolyan elővezeti ez a film. Az emberi civilizáció kialakulása előtt 65 millió évvel járunk, amikor egy nagyon is földszerű bolygón, nagyon is emberszerű lények élnek, nagyon is emberi szokásokkal, és meglepően jelenlegi ruhákban. Ezek a meglepően emberszerű lények meglepően emberszerű munkát végeznek, többek között kutatják az idegen civilizációkat is. Meglepően emberszerű főhősünk, a meglepően emberi nevű Miasz kutatóként dolgozik, családos ember, akinek lánya betegsége miatt kell elvállalnia egy melót, ami nagyon jól fizet, mert igen, ők is pénzből élnek, ám és Miasznek szüksége is van a pénzre, hogy lánya gyógyítatására fordíthassa. Mi az? elmegy tehát pár másik ember, akarom mondani lényel, hogy kutasson, de az útjuk katasztrófába torkollik, lezuhannak egy bolygón és szinte mindenki meghal, két ember, de akarom mondani lényt kivéve. Nyilván mi az egyik, mert ha nem ő lenne, akkor Adam Driver leléphetne 5 perccel a kezdés után, és ezzel lehet, hogy ő is jól járna. A másik pedig egy fiatal lány, bizonyos Koa, aki, és most tessék figyelni, nem beszéli mi nyelvét, ezért a nyelvi akadályokat félre kell gördíteniük ahhoz, hogy túl tudjanak élni ezen a bolygón, ami mint kiderül, a Föld méghozzá egy olyan időszakában, amikor dinók garázdálkodtak mindenhol, akik furcsa mód nagyon szeretik a sötétből előbukkanást és az olcsó, de hatásos jumpskereket. És pont akkor, amikor a dinók életet gyökeresen megváltozni készül azzal, hogy véget ér! De tegyük fel nyugodtan a kérdést. Milyen cuccon voltak azok, akik véhetően 5 perc alatt megírták a forgatókönyvet? Mert az hagyján, hogy biztosan egy Jurassic Park is egy Predator maraton után ültek neki a munkának, és az is száz százalék, hogy játszottak már legalább egy turok játékkal valamikor a múltban. És nem is ezzel kapcsolatban merülnek fel kérdések, hanem minden mással kapcsolatban. Bármennyire is furcsa, a film alapmotívumát Adam Driver drámája adná meg, de valamiért a film egészen a végéig nem hajlandó közölni, hogy mi történt a főhősével és lányával a múltban, így pedig nem igazán lehet érteni, hogy mi a fene baja van Millsnek. Sejteni ugyan lehet, de mennyivel egyértelműbb és drámaibb lenne mi és Koa viszonyának alakulása, ha egyből tudnánk, hogy mi történt a főszereplővel odahaza. A dráma meglehetősen rossz időzítésénél már csak a film akció jelenetei problémásabbak, mivel ahhoz képest, hogy egy dinos túlélő horrorként mutatja magát, meglehetősen kevés az akció a mindössze 93 perces játékidő alatt, és ez az akció sem mindig túlságosan erős. Egyszer-egyszer ugyan képes ráhozni a frászt az emberre, de néha inkább röhelyes, mint félelmetes egy sötétben bujkáló dinó, aki nyilván játszadozott az ételével, mielőtt megette volna azonnal nyersen. Ó, igen, ezek a dinók nem szimplán ösztönlények, hanem horror karakterek. Olyanok, akik álcázzák magukat a falon, és megvárják, hogy az áldozatuk gyanútlan legyen, plusz persze azt, hogy a zene elhallgasson, és aztán hopp, már is ráugranak. Olyanok, akik teatrálisan képesek viselkedni, és lassúak is tudnak lenni, ha az néz ki jól. Mondjuk ki, ezek a dínok teljesen idióták. Ezek amerikai B-filmes dínók. és ezzel még nem is lenne feltétlenül baj, ha a 65 nyíltan merne belemerülni a filmes mocsokba. A folyamatos drámázásával viszont azt mutatja, hogy igenis szeretné, ha komolyan vennénk, ami baromi nehéz, miután 5 percenként derül ki róla, hogy szinte teljesen nélkülözi a logikát. Mills és Koa kapcsolata sem segít sokat az ügy komolyan vehetőségén, hiszen annak ellenére, hogy nem értik egymás nyelvét, a lány néha képes megérteni Mills mondandóját, a férfinak annyit kell csak tennie, hogy lassan, tagolva akár csak egy szóban mondja el azt, amit vár tőle, és Koa már is tudja, hogy mi a dörgés. Mert a kommunikáció már csak ilyen, mint a kasszás Marika néni valamelyik belvárosi ABC-ben, amikor külföldivel találkozik. Lassabban mondja magyarul, amit előtte is úgy gondolja, ez segíteni fog. Na, ez a kasszás Marika néni ideális világa, mert ez a mutatvány itt és csak itt működik. De akkor legalább a dínók jól néznek ki, ugye? Hát, nem különösebben. Nincs velük igazából nagy probléma, de láthatóan nem csúcsminőségű a CGI, legalább egyenes arányosságban áll a forgatókönyv minőségével. És tudom, adódik a kérdés, ami itt sikít mindenki fejében. Akkor mi a francot keresít Adam Driver, aki nem nagyon szokta a nevét B-filmekhez adni? A helyes választ talán csak Adam Driver ügynöke tudja. Driver az egyetlen, aki megpróbálja menteni a menthetőt ebben a moziban, miatt működik csak valamennyire az egyébként marha unalmas dráma, és azért valljuk be, jól áll a kezében a lézerfegyver is. Csodákra viszont ő sem képes. Ez az Inverse Denver egynek elmegy, de aki akciófilmet vár, az csalódni fog abban, mennyire a drámájára helyezi a hangsúlyt, aki viszont egy korrekt szifire, az görcsöt kap majd a 65 átgondolatlanságától. Itt aztán tényleg bármi megtörténhet, ami a fizika törvényeinek ellentmond, akár az is, hogy az éjszakai futás közben pillanatok alatt kisüt a nap, ha esetleg az néz ki jobban a nagyvásznon. És ez csak egy a sok közül, amin felhúzza az ember a szemöldökét a 65, egyébként meglepően rövid játék ideje alatt. A 65 tipikusan olyan film, ami ha nem venné magát komolyan, akkor sokkal jobban működne. És igazából sajnálni fogod szerencsétlen dinókat, akiket megint hülyére vettek a legutóbbi Jurassic World film után. Én a dinó szakszervezet helyében sztrájkolnék addig, amíg valaki nem ír egy normális forgatókönyvet nekik. Adam Driver is csatlakozhat. Nyugodtan.